Tandi. Azért vállaltam el, mert jó pénz volt. Az énekesnő elárulta, a pénz miatt vállalta el korábban Celeb vagyok máskinnen című tévéműsort. Őszintén beszélt a celeb szerep elvállalásáról Tóth Andi. Az énekesnő Gályárd Bálint Backstage Portrait című YouTube műsorának a vendége volt, ahol szó esett a családról, a nehéz időszakokról és a tévéműsorokról is. Nem vagyunk összetartó család. Tóth Andi a koronavírus miatt jó ideje nem látogatta meg a családját Erdélyben, de mint mondta, előtte sem sűrűn járt haza. A Covid előtt sem látogattuk egymást túl gyakran, mi nem vagyunk úgy összetartó család, hogy hetente találkozni kell, közös ebéd meg mit tudom én. Telefonálgatunk meg üzengetünk egymásnak, és ha tudjuk, hogy a másik rendben van, akkor nekünk nyugodt a lelkünk. Fél évente, 4-5 havonta mentem haza eddig is, de a Covid óta egyszer voltam csak otthon, húsvétkor viszont szeretnék megint hazamenni, és a nagymamámnak a jó kis sárga túróját enni, mesélte az énekesnő. Nem akartam ráfüggni a drogokra. Andi karrierje az X-Faktorral kezdődött, és azóta számos alkalommal láthattuk képernyőn. Legutóbb a TV2 Starban Star című műsorában szerepelt, ahol szintén fantasztikus teljesítményt nyújtott, kedvence az volt, amikor Amy Winehouse bőrébe bújt, ugyanis sok közös van bennük. Annyiban mégis különbözünk, hogy én pszichológus segítségét kértem, amikor éreztem, hogy megy a lejtő, és nem akartam ráfüggni a drogokra, ilyenekre. Vallotta be az énekesnő, aki első szakítása után volt mélyponton. Azért vállaltam el, mert jó pénz volt. Szóba került, hogy a mostani helyzetben egy előadó leginkább influencerként a marketing tevékenységből vagy tévézésből tudja fenntartani magát. Tóth Andi azt nem árult el, van-e most kilátásban valamilyen tévés szereplés. Gájer Bálint viszont rákérdezett, a Celeb vagyok Menskinnenen kívül szerepelte olyan műsorban, ami nem zenével kapcsolatos. Én nem szeretem az ilyen dolgokat, azt is azért vállaltam el, mert jó pénz volt. Nyilván ezeket azért vállalom el, hogy ezt a pénzt valahogy ráfordítsam a zenémre, mert abból meg nem jön be pénz, mert le se szarják. Mondta a tőle megszokott szókimondó stílusban Tóth Andi. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.